A sereghajtó kecskeméti NKS-e volt a vendége a Kozár Michelin kézilabda akadémia csapatának az NB1B-s bajnokság 11. fordulójában. Jobban kezdte a találkozót a 4. helyen álló Kozár Michelin gárda. A vendégek első találatára egészen a 7. percig kellett várni, és a bátran küzdő kecskemétiek ezután sem tudtak közelebb kerülni Gyulai László tanítványaihoz. Így a nagy szünetre 7 gólos hazai előnnyel vonultak a csapatok. A fordulást követően sem változott a játék képe, még tovább növelték az előnyt a Kozár Michelinek, a 2 pont sorsa egyetlen percre sem forgott veszélyben. A hazai oldalon pályára lépő játékosok egytől egyik hozzá tudtak tenni az eredmény alakulásához, ki góllal, ki pedig kiváló védekezéssel. A mérkőzés hajrájában a vártnál is nagyobbra nyílt az olló, 22 gólos különbségnél telt le a 60 perc. Ebből a hozzáállást lehet tanulni, ugyanis ugye az Eger a lista vezető, és ő konkrétan otthon x-elt ezzel a csapattal, és ugye múlt héten a pénzügyőr megfázott Kecskeméten, és a hozzáállást lehet tanulni, a koncentrációt, az, hogy amit edzésen gyakoroltunk, azt hogyan tudjuk megvalósítani. Nagyon tanúságos meccs volt, mert én azt gondolom, hogy reális a különbség a két csapat között, nyilván nem ennyi, de ma sokat tettünk, hogy ennyi legyen. Az egész mérkőzésen meg voltam elégedve velük. Az elején nyilván nem nyílt szét az olló annyira, mert annyira akartunk menni, és az az igazság, hogy túlmentünk kicsit a sebességünkön, amit biztonságosan le tudunk játszani, de sajnos abban a periódusban voltak kimaradt zicserek, de ez attól függetlenül még borzasztóan értékes volt, és a fél időben pont erről beszéltünk, hogy tartsuk azon a sebességet, ami a technikai képzettségünk, és a második fél időben ez hatásos volt. Én nagyon örülök, hogy így dolgoztak a lányok, és nagyon gratulálok nekik. Polics tíme a rutinjával és 3 góljával járult hozzá a nagy arányú győzelemhez. Nagyon boldogok vagyunk igazából, szerintem a csapat sem nem számítottunk ekkora arányú győzelemre. Azért a Kecskemét bebizonyította, hogy igenis van helyük ebbe az osztályba, mert akár egy Eger dolgát Egerbe X-re tudták hozni, szóval mi nagyon örülünk ennek a nagy arányú győzelemnek. Örülök neki, hogy mindenki játék lehetőséghez tudott jutni, és úgy gondolom, hogy mindenki is élt vele, szóval így megyünk tovább, és reméljük, hogy mindig ennyi lehetőséghez fognak jutni. A karácsonyi pihenőig még 2 mérkőzés vár Gyulai László tanítványaira. A Tempó KSE elleni idegenbeli találkozó után december 17-én a Szent István Ese ellen hazai pályán zárja az évet a Kozár Michelin Kézilabda Akadémia.